Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb Star Stable videóban. Ma szerda van, vagyis frissítés. Megérkezett a játékba Faramr és Aldrak, a két sárkányló, remélem, hogy jól ejtettem a nevüket, és megújult a lovagló aréna, ami számomra új volt, mivel hogy volt ez a kis térképféleség, amiben megmutatták nekünk, hogy mi fog a hónapban következni Jorvikon, és ott azt írták, hogy jövő héten újul meg a lovagló aréna. De a héten jött be ez is, úgyhogy megnézzük a pacikat, és aztán megyünk az arénába, hogy megnézzük az új kinézetét. Kezdjük is! Íme Aldrak, a varázslatos Freeze. Hát, elég fura, szerintem. Persze mindenkinek más a meglátása, de nekem ez a ló személy szerint annyira nem illik Jorvikhoz, de amúgy, hogyha például meg lenne nyitva Ashland, akkor szuper lenne ez a paci. De így nem lesz a kedvencem. És átváltozva pedig olyan, mintha nem is ugyanaz a ló lenne nekem. Szóval, hogy így átváltoztatom, és teljesen más lesz. És ugye neki az alapsörény stílusa az ez a becsomózott, nem csomózott, hanem így... Igen, ezt most jól megmondtam. Szóval, hogy neki nem lett ilyen kiengedett vagy befonott sörény stílusa, mert hogy ugye ilyen kis, nem tudom, milyen van ott, tüskéi vannak. Jól tudok beszélni ma. Na, és akkor nézzük meg Faramrot is. Kiderült, hogy a videó elején rosszul ejtettem ennek a pacinak a nevét, mert nem Faramr, hanem Faramavr. Szóval, ja. Ugye 950 SC-be kerül mindkettő paci, mint a frízek. És neki a hétköznapi formája így néz ki. Ő, hogyha esetleg megvenném, de nem fogom megvenni, akkor inkább őt venném meg ezt a zöldet, mert valahogy úgy csak jobban passzol az én ízlésemhez. Neki is ugye a sörény stílusa ugyanolyan, mint a másiknak, Aldraknak, mert hogy ugye nem lehet változtatni. És igen, szóval nekem már van kettő frízem, és ezért se szeretném őket megenni. Nézzük a kis rájákat. Itt van a zöld rája, aki Happandi Wyvern. Ez a neve. 400 SC-be kerül, szóval hát nekem nem a legbarátibb az ára. Akkor már inkább ahogy hívják ott. Ezt jól megmondtam megint. A Telina és Kamposzhoz tartozó egyik ráját venném meg, mint őket. De megint mondom, ez csak az én meglátásom, szóval mindenki gondolt róluk mást, és hálózatit kaptam, úgyhogy mindjárt jövök vissza. Ő a másik kis házi állat, Kolandi Wyvern. Érdekes a nevük. Ő is ugye 400 SC-be kerül, amúgy egész aranyos, de nem fogom megvenni. Nos, a játék ugyanúgy kidobott minket, de ide jöttem a lovagló arénához, és itt már remélhetőleg nem fog megtörténni. Kiléptem a lószállítóból, és a szokásos látvány fogadott, de oldalra néztem, és nagyon másképp néz ki az aréna. Egyébként a nagy részeit a klubprogramjainknak, el tudtam mondani, itt tartjuk. Oh my god, ez nagyon más lett. Ez hihetetlen. Na igen, szóval megnézem jobban ezt az arénát, mert hát a klubprogramink annyira mások lesznek ebben a hangulatban, hogy váó. És akkor nézhet ki másképp, lehetnek akadályok. Ez nagyon fel fogja dobni a... szóval a programjainkat. Elnézést. Ma így belegabajodok mindenbe, annyira izgalmas ez a sok-sok-sok frissítés. És itt van a nézőtér. Miért nem tudok feljönni a lovammal? Nem tudok feljönni a lovammal. Ja, ezek szerint a nézőtére nem lehet felmenni a lovunkkal. Aha, egy ilyen új kapu lett itt. Itt állunk egy gyönyörűséges sorban, és egyébként lehet olyan, hogy csak a csapattagok látszódjanak. Úgyhogy igen, így kicsit csöndesebb úgy az egész. De most jó látni, hogy ennyien vannak itt, kicsit körülnézek. Ezek az asztalok nekem itt tetszenek. Sőt, nagyon jók. És van ilyen... OMG, ez olyan, mint egy valódi lovardában már, mint hogy van nyeregtároló, meg ilyen csizmák. Wow, ez nagyon menő.
Ez tök jó, és itt van a full szekrény, hogyha éppen nincs nálad a klubszet, akkor fel tud venni. Na, köszönjük szépen, SSO, ez egy annyira jó dolog. Ez szuper, hogy behozták. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről a frissítésről, úgyhogy nyugodtan írjátok meg kommentben. Jaj, közben megmaradt nyitva az inventárom. És itt lehet leülni is. Hát itt tényleg full olyan klubprogramokat lehet szervezni, amik ilyen szinte tökéletesek. Szóval nekem nagyon tetszik. És van egy csomóféle ilyen kameraállás féleség is, van ez az egyes. Aha, ez olyan, mintha a karakterem nézni a pályát. Így ez egy ilyen távoli. És aztán no kamera, amikor meg így lehet mozgatni. Felállok. Na, itt lesz egy pénteki klubprogramom, ez nagyon jó lesz. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik nekem ez a dolog itt. És sokan itt vannak Faramavral, például Kelly Fish Strong, most csak az egyik lány, akit láttam, hogy egy olyan pacón ül. Itt lett egy ilyen ételbolt is, hogyha esetleg a lovatok megéhezne, vagy szeretnétek egyet piknikezni a barátaitokkal a közelben. Keresem a pacimat, és itt van valaki áldrákkal is, aki ráadásul a barátom, Lady Sword Hunter. És közben Kyla McMahon, az egyik klubtagom is csinál videót. A csatornájának a neve Kyla M, úgyhogy ha érdekelt titeket, akkor legyetek szívesek megnézni, és ha tetszik a csatornája, akkor iratkozzatok fel rá. Sajnos Kylát kidobta a játék, de addig körülnézünk itt az arénában. Van még valami erre felé, hogyha kimegyek. Lehet itt takarítani, vagy ez mi? Ez nagyon izgalmas, ez kezd... Mennyiszer mondtam, hogy ez? Na mindegy, szóval, hogy kezd olyanná válni. Bementem a kerítés a mögé, azt hogy? Szóval, hogy kezd olyanná válni, mint egy ilyen valódi... Hogy hívják? Valódi aréna. Ezt jól megmondtam megint. És meg lehet változtatni itt a lónak a sörény stílusát is. Na jó, Star Stable. Ez annyira jó. Ez mi ez a sörény stílus, drágalátos frízecském? Tehát, hogy így... Ez viccesen nézem úgy így ki. Gondoltam már rá, hogy megváltoztassam a sörényét, de ilyen simára nem változtatnám. Maximum fonatra. De amúgy miért ne változtatnám meg? Ez is tetszik, de vegyünk egy fonást. Mostantól be lesz fonva a lovamnak a sörénye, jaj, de jól néz ki. Nos, ez a paci így egyre jobban illik ide, hogy ilyen kis menő sörény stílusa van, és ilyen kantárja, olyan kicsit barokk érzésű, mint hogy egy kastélyban lennék ez a hely. Egy nagy lakoma előtt, mondjuk persze itt nehéz lenne lakomázni egy lovagló arénában, de hagyjuk inkább a részleteket, de ezek a fáklyák itt kicsit olyanok. Már nagyon várom a legközelebbi klubprogramot. Egyébként láttam spoilereket új, na szóval, ugye erről az arénáról, de nagyon másképp nézett ki, ilyen furának. Kicsit gondolkodnom kellett rajta, és így úgymond élőben annyira más. Itt még van egy DJ pult is, ahol zenét tudtok berakni, és kameraállások is vannak, hogy honnan nézzed a Star Stable-ös dresses próbádat. Ezt így jól megmondtam, kicsit belezavarodtam, elnézést. És akkor itt vannak a zenék. Ó, itt nagyon jól lehet próbálni. Egyébként a sárkánylovak, csak megjegyezném, hogy 3 hétig maradnak bent, szeptember 1-ig, úgy mint Tellina és Campos. Teljesen üres a lovagló aréna. Jó, eddig az volt. Most már nem az. Mindenkit megint kidobott. Ma harmadszorra. De igazából csak annyit szerettem volna még elmondani, hogy nekem igazából, jesszusom, ezzel a lóval itt mi történt? Szóval, annyit szerettem volna elmondani, hogy ez a frissítés nekem most nagyon tetszett, és szerintem
A Star Stable nagyon-nagyon-nagyon jól megcsinálta ezt a lovagló arénát. Élvezet lesz itt klubprogramokat tartani ezzel a sok új lehetőséggel, hogy a szekrényemet meg tudom nyitni, meg ilyesmik. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok a videót és iratkozzatok fel. Találkozunk a következő videóban, szép napot, sziasztok!